Az elmúlt napok sem teltek balesetmentesen Tolna vármegyében. Bonyhád térségében egy Pécs felől érkező teherautós balra akart kanyarodni, de a manőver során nem adott elsőbbséget a szemből szabályosan érkező kocsinak, így összeütköztek. Debreceniné Farkas Edit, rendőralezredes, sajtóreferens elmondta, volt olyan eset is, amelyben a sofőr életét nem tudták megmenteni. Mint arról korábban hirtattunk, január 1-én 12 óra 34 perc körül időben a 65-ös főút 15-ös kilométer szelvényében két külterületén halálos kimenetelű baleset történt. Egy autós hőgyész irányából kégy felé haladt, és ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol félig frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő kocsival, mely az ütközés után a jobb oldalon az útról letérve állt meg. A vétlen sofőr a helyszínen életét vesztette, utasa és az okozó járművet vezető fiatalember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek. A szakember arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt 96 órában 9 ittas vezetővel szemben intézkedtek, 3 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki, 6-szor büntető feljelentést tettek. Az ittas sofőrök közül 2 vezetői engedéllyel nem rendelkeztek, egyikük pedig anyagi kárral járó balesetet okozott. Szilveszter napján egy a vezetéstől eltiltott sofőrt igazoltattak az egyenruhások, vele szemben büntetőeljárás indult. Beavatkozásokkal teltek az elmúlt napok a vármegye tűzoltói számára is, akiket tűzesetekhez és műszaki mentésekhez is riasztottak. Több alkalommal szemét és hulladék, valamint gaz és havaréget, fogyítónak kéménytűz, adott inkább tűzoltottak. Szexázon egy melléképületben, mint Pártán egyik elhátegyik körcíti lakvétében csaptak fel a lángok. A továbbiakban 7 esetben közúti közlekedési balesetekhez, egy alkalommal pedig csapadékvíz kivattyúzásához sértek a tűzoltók. A Pálfán szilveszter éjjelén kigyulladt, többszintes ikerházban a lángokat sikerült időben megfékezni, így a tűz további lakásokra már nem terjedt tovább. A kigyulladt lakásban egy ember tartózkodott, akinek azonban az életét már nem lehetett megmenteni.